Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk titeket, az én nem Csont Attila, a csodás feleségem pedig nagy Noémi, és ez pedig az idén sikeres vállalkozó leszek nevű kihívásunknak már a 8. része, ahol az online jelenlétről, azaz a weboldal készítésről fogunk beszélni. A Business Akadémia oktatóanyagunkban, ami alapján ez a kihívás is készült, szintén ez a következő tananyag, sőt nem is egy, hanem kettő modulon keresztül kaphatják meg a tudást a résztvevők, és ez a honlapkészítés modul, ez az akadémiában Elementor bővítménnyel és Astra sablonnal történik meg, mindent lépésről lépésre bemutatunk egészen onnantól kezdve, hogy egyáltalán hogy kell megvásárolni a domént, szóval tényleg az alapokról kezdjük, egészen odáig, hogy beimportálható sablonokat is tartalmaz egyébként az anyag, és hát nyilván aki ezt megveszi tőlünk, ezt az akadémia anyagot, az hozzákapja ajándékba ezeket a bővítményeket is, tehát pluszköltséggel nem jár, csak hogyha esetleg még nincs domain neved. Jó hangzik szerintem. Na de akkor csapjunk is bele, és nézzük meg, hogy elsőként is mit jelent az az online jelenlét. Mert hogyha úgy veszik, hogy online lesz jelenlétünk, akkor a social media kommunikáció az így nem elegendő szerinted? Nem elegendő, mert a social media kommunikáció az lényegében abból áll, hogy te az általad választott témákból posztolsz folyamatosan, is ezekkel találkozik az, aki rá talál mondjuk a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy bármelyik másik social media felületen. Ellenben a honlapon egy ilyen állandó tartalmat is talál azzal kapcsolatban, hogy mivel foglalkozol, mi a te szolgáltatásod, egyáltalán milyen lehetőségek vannak arra, hogy együttműködjenek veled, vagy hol tudják felvenni a kapcsolatot. Meg, hogyha mondjuk bárkinek odaadsz egy név, egy kártyát, ott van a neved, titulus, telefonszám, nem írhatod rá a social media linkedet, hogy nem tudom, YouTube vagy Facebook, hanem oda azért nem baj, hogy még felkerül a weboldalnak a címe. Illetve, hogyha bárki rád keres a weboldalon, akkor, akkor Egyrészben kidobhatja a Facebooknak a linkjét, viszont nem baj, hogy mikor a weboldalnak a linkjét is kiadná. Mert ott sokkal több, sokkal mélyebb tartalmakat tudsz átadni a követőidnek, ott tudsz blogolni, meg egy csomó-csomó tartalmat fel tudsz rátenni, erről fogunk a későbbiekben picit részletesebben beszélni. De nézzük is meg, hogy ma, 2021-ben szükség van weboldalra? Én abszolút azt gondolom, hogy igen. Sokan azt hiszik, hogy már annyi helyen meg lehet találni a cégeket, hogy nem feltétlenül szükséges, de szerintem pont, hogy nagyon is szükséges, hiszen egyrészt ez egy bizalomépítő dolog, tehát nem biztos, hogy annyira komolyan veszünk egy olyan céget, egy olyan vállalkozást, akinek még egy honlapja sincsen, az eléggé bizalomromboló tud lenni. Kezdővállalkozóként viszont ha ne es abba a hibába, hogy addig nem kezdesz el mondjuk social media platformokon kommunikálni, amíg nincsen profi weboldalad. Itt is javaslom, hogy ez a 80%-os szabály, hogy a kész jobb, mint a tökéletes, az is jó. Legyen meg egy alap weboldal, egy alap oldal, egy alap landing oldal, azt már el tudod kezdeni akkor a követőidnek kiáramoltatni. Igen, és ahogyan haladunk egyébként ebben a tematikában és a kihívásban, itt is elsőként ugye most már tudod, hogy mi a vállalkozási ötleted, meg eleve a Kezdtük, utána jött a social média és most jön a honlap, nem véletlenül. Mert a honlap elkészítése azért az egy nagyobb tudást igényel, mire az ember elsajátítja, hogyha saját maga szeretné ezt megtenni. És annak érdekében, hogy mégis tudjon haladni a vállalkozásod, a social médiát már el tudod kezdeni, hiszen az nem annyira nagy idő és energia befektetés, mint egy honlap elkészítése. És amíg szépen tanulgatod a honlapkészítést, addig viszont a kiáramlást már el tudod kezdeni. Ezért is most jött a honlapkészítés ide. Szóval ezt csak így a kiegészítésére szerettem volna hozzátenni, hogy miért is ö, fontos ez. Mm -hmm. Szóval a weboldal kezdésnek még megkerülhető, de egy bizonyos szint felett néhány hét, néhány hónap eltelte után kötelező minden vállalkozónak. Mert csak hogyha megnézzük, hogyha elkezdesz e-maileket kiküldeni, akkor nem már freemail-es, vagy gmailes, vagy citroméles, vagy hotméles e-mail e címről küldözges e-mailt, sokkal jobb, meg sokkal nagyobb profizmust sugal, hogyha már van egy céges, mondjuk egy infokukat, nevű e-mail címed. Na de menjünk tovább, nézzük meg, hogy mi, milyen két funkciót kell ellátnia a weboldalnak. Kettő dolgot kell ellátnia. Mi az a kettő, mi? Az egyik a feliratkozó gyűjtés, a másik pedig a vásárlási lehetőség felkínálása. Ez a kettő fő célja szerintem egy weboldalnak. Nagyon sok weboldal készítő úgy gondolja, vagy akár vállalkozó úgy gondolja, hogy egy weboldalnak az a célja, hogy információt nyújtson. És egy csomó olyan weboldal látható szerintem az interneten, sőt többsége 90 vagy 80 a ilyen, ami csak információt ad de az információból te, hogy információt adsz át a weboldalon keresztül, attól az ügyfél nem fog vásárolni. Nem fogsz tudni azáltal elmenni a boltba és menni két kiló kenyeret, mert nem fog pénzt termelni a weboldalad. És hála az Istennek most már, vagy vagyunk abban a korban, hogy bárki tud weboldalt készíteni, megtanulható, bárkinek tényleg, és ezáltal te már el tudsz kezdeni feliratkozókat gyűjteni, és automatizáltan akár el tudsz kezdeni megrendeléseket generálni. Pofon egyszerű. Jó, menjünk tovább. Hogyan kezd el a honlapodat megtervezni? Mikre kell figyelni, Noémi? Én azt gondolom, hogy amikor valaki elkezd honlapot készíteni, elkészíti az első honlapját, akkor még az nem lesz olyan magas színvonalú, mintha egy webdesigner rakta volna össze, akinek ez a szakmája, ez teljesen természetes. Éppen ezért azt javasoljuk Attilával, hogy kezdj el olyan mintákat keresni az interneten, ami azt gondolt, hogy közel áll számodra, akár dizájnban, akár színben, mert hogyha nulláról próbálod meg felépíteni azt, hogy milyen legyen a weboldalad, akkor az lehet, hogy nem lesz annyira harmonikus kinézetű, ellenben, hogyha olyan templéteket, olyan oldalakat nézel, amikből sugárzik a profizmus, és te azt próbálod meg átültetni, akkor nagyobb eséllyel fog gyors sikerülni a honlapod. És akár a, én a Team forest szoktam mindig használni a pinterest ami nagyon jó, van a Template master. Ezt a hármat szoktuk egyébként elsősorban használni, illetve, hogyha görgetek a Facebookon, és mikor eltalálok egy hirdetésre, én szeretek ezekre rákattintani, hogy megnézzem, hogy hogy néz ki a folyamat. És nyilván szoktam pozitív landing oldalt, meg pozitív mintát találni, meg szoktam negatív mintát is találni. És ezeket én leszoktam menteni egyébként, és hát ezt már kb. 7 vagy 8 éve folyamatosan nézem, és hát ilyen napi, két napi szinten elmentek legalább egy ilyen webdesign. Szóval nekem már van egy ilyen kb. 2000 webdesignból álló gyűjteményem, ugyanúgy elkezdtem gyűjteni a Híredet és kreatívokat, mert az ember, mert én legalábbis csapnivaló dizájner vagyok. Szerintem, hogyha ott lenne előttem egy fehér papírlap vagy egy fehér monitor, és na akkor, Ati, esünk neki, és rakjunk össze valami jó weboldalt, én tudni, hogy valami nagyon ocsmányat szoktam, vagy na nagyon ocsmányat tudnék csinálni kultfőből. De így, hogy tudok inspirálódni másoknak a munkájából, akik viszont profi webdesignerek, és lehet, hogy éveken keresztül ők ezt tanulták, ebből már tudok inspirációt nyerni. És hát láthatjátok akár mondjuk most a kihívásnak a landing oldalát, vagy láthatjátok a többi munkámat. Szerintem most már nem mondható, hogy nagyon szar ez a webdesign, amit összerakok, de hát ezeket is én máshonnan inspirációból gyűjtöttem, és nyilván több, többféle modellt raktam össze, és ebből lett egy szép. Mert aztán már el tudom dönteni, hogy milyen a szép webdesign, milyen a csúnya webdesign. És nyilván, hogyha nem vagyok megelégedve az én webdesignommal, akkor az vagy kuka, vagy pedig meg tovább-tovább emésztem. Noémi már tudja, hogy mennyire szőrözős vagyok a saját munkáimmal szemben is. Van, hogy egy-egy ilyen egyszerű blending oldalt technikailag, hogyha már megvan a design, azt két-három óra alatt össze lehet rakni, de úgy, hogy amíg meg nem találom azt a tökéletes webdesignt, amire azt mondom, hogy ez, ez, piszok jó, az viszont az napoknak a munkája. Napok munkája, és ennek a legalább a fele az inspirációgyűjtés. De viszont nagyon-nagyon javaslom tényleg, hogy te is nézd meg másodnak a munkáit, mert hogyha már megtanulsz egy elementorral a weboldalt szerkeszteni, és tudod, hogy milyen az a címsor, hogy lehet egy hátteret beeltani, hogyha ezekkel már képben vagy, akkor kb. 80%-ra le tudsz másolni bármilyen webdesignt. És hogyha egy szépet lemásolsz, akkor neked is jó eséllyel szép webdesignod lesz. Nézzük meg, hogy beszéljünk a domainnévről, névről, mert a domain név is baromi fontos. Ha kell weboldal, az nyilván nem csak a dizájnból áll, hanem elsősorban a, a domain Milyen domain nevet érdemes választani? Például itt felírtam egy ilyen példát, hogy mondjuk a kypts.hu weboldal szerint az miért nem jó? Hát senki számára nem lesz érthető, hogy ez most mihez köthető, illetve nehezen megjegyezhető így, hogy egy értelmetlen dolgot képvisel, lényegében egy mozai szó lehet valószínűleg ez a kis fantázia név, de ez nem annyira könnyen megjegyezhető a másik számára, éppen ezért egy olyat érdemes választani, ami sokkal beszédesebb is, ami a célcsoport számára könnyebben megjegyezhető. És ez nagyon fontos, hogy a célcsoport számára könnyen megjegyezhető legyen, hogyha te angol nyelvterületű piacra lősz, akkor nyilván ne egy magyar nyelvű doménnevet lesz, hanem akkor egy angol nyelvűt. De hogyha viszont magyar a célcsoportod, akkor viszont én javaslom, hogy valamilyen magyar nyelvű domént. Például felírtunk egy nagyon pozitív példának, anyaakadémia.hu. Ez szerintem a magyaroknak, meg a célcsoportnak, ez egy nagyon sokat mondó doménnév, ez szerintem egy kitűnő választás. Oké, okay. miért jó, ha tudsz honlapot készíteni? Szedjük össze, hogy inspiráljuk akkor a nézőket. Miért jó, hogyha az ember tud weboldalt készíteni? Egyrészt nagy szabadságot ad, mert nem függsz egy webdesignertől, akinek mindig kéréseket kell teljesítenie, hogyha valami hirtelen eszedbe jut. Szóval ez is egy remek érv amellett, hogy megtanulj honlapot készíteni, hogy bármikor, amikor úgy tartja kedved, hogy te most szeretnél elkezdeni blogolni, megvan hozzá a tudásod, el tudod kezdeni. Uh -huh. Vagy te most szeretnéd egy picit átalakítani a honlapodat, vagy egy új kampányt létrehozni, bármit meg tudsz valósítani, hiszen megvan a tudás a kezedben. A kiszolgáltatottság érzése az egy borzasztó rossz szerintem, borzasztó rossz érzés, én ezt nem tudtam soha elviselni. Amikor valamihez nem értettem, és fügtem mástól, és volt, hogy napokat, heteket vártam egy válaszra, és nagyon nem volt jó. És én, én inkább úgy voltam vele, hogy utána jártam, hogy akkor megnézem, hogy hogy lehet megcsinálni az adott, do adott dolgot, hogy lehet egy weboldalt elkészíteni. És nekem ez az egész onnan jött, hogy még annó-annó főiskolán volt egy ilyen tantárgyunk, hogy um, technikai és extrém sportok, ahol a tanár azt mondta, hogy következő alkalomra egy weboldalon kell nekünk beadni a, a, a házi leckét, vagy a házi feladatot. És a kolászban jobban volt ami uh, it vagy ilyen infos um, srácokkal, akik tudtak weboldalt készíteni, és két sorért az egyik srác megcsinálta uh, az én weboldalamat. És én meg mögé ültem, és megnéztem, hogy hogy csinálja. És tök volt, hogy elkezdett kodolni, nyomott egy entert, és piros lett a weboldal. Vagy a monitor. És így mondtam, hogy basszus, ez hogy a francba csinál? de ezt tanítsd már meg. És mondtam, hogy ja, egyszerűbb HTML, CSS, nézd meg, keres rá google Átrolantam gyorsan a szobába, felcsattam a gépemet, beírtam azt, hogy HTML, CSS alapok. És ott volt egy ilyen kis kocsor, ott leírták egészen egyszerűen, hogy hogy lehet HTML, CSS-be koldolni. És elkezdtem bepötyögni, enter, és piros lett a monitorom. Piros lett a monitorom. Ez a világ legnagyobb élménye volt, az egyik legnagyobb élménye volt az üzleségem elvétele után, vagy elvesztése után. De hogy nagyon-nagyon nagy szabadságot éreztem ott akkor, hogy Tudok már weboldalt készíteni, és hogy ezáltal bárkinek meg tudom osztani a gondolataimat. Tudok élményt adni, tudok érteket adni, tudok, tudok kampányokat csinálni, és, és hihetetlen jó érzés, hogyha valaki tud weboldalt készíteni, és nem kell mástól függni. Barom jó! Oké, okay, egy picit túl, túl lelkesedtem, úgy érzem. Oké, okay. menjünk tovább. Neked nem weboldalra van szükséged, hanem egy online marketing rendszerre. Szóval ismétlem, ez nagyon fontos gondolat. Neked nem weboldalra van szükséged, mert egy weboldal az információt ad nem lehet arra semmit csinálni neked egy marketing rendszere van szükséged, ami feliratkoztatja az embereket, plusz információt ad és szerez be, illetve akár automatizáltan tud értékesíteni. Majd a következő alkalommal, a következő videóban lesz a marketing automatizálásról szó, viszont az egész marketing automatizálásnak az egyik fő, fő törzs témája az a weboldal, weboldal készítés. Ott rengeteg mindent bele lehet, vagy be lehet állítani ezzel kapcsolatban. És gyűjtsük össze, hogy milyen részei vannak akkor egy weboldalnak. Most fel fogunk sorolni néhányat, ebből te választ ki, hogy mi az, amit még be tudsz építeni a honlapodba, hogyha esetleg van, vagy mi az, amit majd a későbbiekben beszeretnél. Néhányat fel fogunk sorolni, ebből nem kell mindet, mert akkor ez egy hatalmas terjedelmű honlap lenne, ez egy inkább inspiráció, amit most szeretnék átadni. Az első az nyilvánvalóan a főoldal, tehát hogy amikor valaki rá talál a te weboldaladra, mondjuk például a google on keresztül, vagy a névjegykártyádon egy meglátja, és akkor szeretne több információt találni rólad, akkor mi az az első oldal, amivel találkozik, amikor téged meglát? A következő, Következő mondjuk egy ilyen rólam oldal, amikor bemutatkozol, mert általában mielőtt meghozunk egy döntést, azért szeretjük tudni, hogy ki áll e mögött a dolog mögött. Mm -hmm. Ide le tudod írni, hogy ki vagy te, hogy miért ezzel foglalkozol, mi hozta az ötletet, mióta csinálod ezt. Szóval egy ilyen bizalomépítő bemutatkozás, és ami még nagyon fontos, a fénykép. Igen, nagyon fontos, és javaslom, hogy ne egy ilyen kis egyszerű selfit két a háttérben fényképez le magad, mert az nem hitelességép vagy ne, igen, nem hitelességépítő hanem nyugodtan menj el egy fotóshoz, fizes ki 20, 30, 40, 50 ezer forintot egy ö, profi fotózásért, és azokat használd fel a weboldalra. Ég és föld a különbség egy gagyi fényképpel készült honlap, illetve egy profi fényképpel készült honlap között. A következő menüpont, amit érdemes még betenned majd neked is a weboldalba, az a szolgáltatásaim, ahol lehet tudod írni, hogy mikkel foglalkozol, miket lehet tőled rendelni. A következő, ami nem megkerülhet, az a kapcsolat oldal, ahol nyilván beírod az e-mail címed, ami nem gmailes, nem citroméles, nem freemailes, hanem céges e-mail cím, illetve a telefonszám, illetve hogyha van telephelyed vagy üzlethelyiséged, akkor annak a címét is be tudod írni. Ha olyan vállalkozásod van, amit muszáj megmutatni képekben, például te fotós vagy, vagy pedig mennyasszonyi ruhákat árulsz, vagy pedig mondjuk egy rendezvény van, akkor a galéria is egy olyan elem, amit mindenképpen meg kell mutatnod a főoldaladon, hiszen az emberek szeretnének több képet látni arról, hogy mi az, amit te nyújtani tudsz. És a következő nagyon-nagyon fontos menüpont szerintem az a referenciák. Amikor megmutatod az ügyfeleid, vagy a leendő ügyfeleidnek, hogy a meglévő ügyfeleiddel milyen volt -e együtt dolgozni, milyen, milyen eredményt tudtál náluk megvalósítani, vagy elérni. Ez akár fitnessben, fogyókúra program előtte, utána, ez egy referencia. Vagy hogyha építész vagy, akkor mutasd meg, hogy ezt a házat te építetted. Vagy ha festő vagy, akkor mutasd a falra, hogy akkor ezt én csináltam, ezt a képet én festettem. Mutasd meg a munkáidat, egészen egyszerűen, vagy pedig a, az ügyfeléd által, amit ők el értek a te segítségeddel. Igen, vagy pedig, hogyha szolgáltatással foglalkozol, akkor az esettanulmányok tanulmányok tudnak mm -hmm. elsz, erre talán a lehető legjobban hasonlítani. Amikor egy hát blogbejegyzés szerűen leírod, hogy ki honnan indult, mi kellett hozzá, és mi lett végül az eredmény, ez is nagyon jó bizalomnövelő tud lenni. Mm -hmm. A következő az nem annyira fontos, de jó, hogyha van, az a megjelenések, hogyha megjelentél más weboldalakon, írtaklód egy interjút, vagy egy blogot például, vagy akár volt valamilyen öm, tévé megjelenésed, esetleg egy újságban jelentél meg, akkor ebben a megjelenések menüpontban nyugodtan ezeket fel tudod sorolni. Igen, a rólam mondták, az hasonló, mint a referenciák, tehát amikor ügyfél véleményeket mutatsz meg, ez is egy nagyon jó elem tud lenni, mert szintén bizalomépítő, illetve még ami nagyon hasznos tud lenni, az a gyakori kérdések egy ilyen egyik menüpont. Azért, mert lehet, hogy valami mondjuk nem fér bele a főoldalba, vagy valami extra kérdés felmerülhet, vagy látod, hogy vannak olyan esetek, ami gyakran felmerül kérdésként a potenciális érdeklődők uh -huh. körében, és azért, hogy megspórold az időt, a szemfüleseknek, akik veszik ezt a menüpontot, ők már meg tudják spórolni az a pluszköröket, amíg megkérdeznik tőled, válaszolsz rá, és akkor itt a leggyakrabban felmerülő kérdéseket fel tudod sorakoztatni és megválaszolni. Uh -huh. És kedves business blogger, mi a következő pont, ami nem baj, hogyha van egy weboldalon? A blog. <laughs> Így van. Miért fontos egy blog egy weboldalon, szerinted? Hú, én azt gondolom, hogy nem kell mindenkinek blog. Tehát aki tényleg szeret írni, vagy van egy jó szövegírója, annak nagyon jó ötlet, hogyha van egy blogja, de akinek inkább nyűg lenne, vagy teher, az inkább szerintem ne vágjon bele, mert ahhoz, hogy valaki tényleg jó blogot írjon, jó szöveget, ahhoz azért tényleg kell, hogy, hogy érződjön a másiknak a lelkesedése, a szíve, amit beletesz. Uh -huh. Egyébként sehol szempontból nem elhanyagolható, hogyha valaki úgy írja meg a cikket, ahogy, ahogy ért is hozzá hogy az jó legyen SAO szempontjából, én egyébként annyira nem értek a sao én ebben kicsit gyengébb vagyok, de aki jó benne, annak ez egy tök jó lehetőség. Meg hát azért is, hogy tudást adj át, illetve értéket tudj átadni, mert ez egy terjedelmesebb forma, mint mondjuk egy poszt, így több információt tudnak gyűjteni, esetleg inspirációt, illetve, hát igen, többnyire ezért jó. Uh -huh. A következő menüpont, ami jó, hogyha van, hogyha van egy termék az a webshop. Vagy, hogyha webshop, akkor még egy sales oldal is lehet, hogy még egy szolgáltatást akarsz értékesíteni a weboldalon keresztül. Oké. Okay. Illetve még a landing oldal, az ami nagyon-nagyon fontos, hogy legyen egy weboldalon. Mivel, hogy mondtuk, hogy az egyik fő célja egy weboldalnak, hogy feliratkozókat a gyűjtsön, azt pedig egy landing oldalon tudunk ö, megcsinálni. A landing oldalról nagyon röviden annyi, nincsen fejléc, nincsen lábléc, ott csak az van, hogy feliratkozni, a, ö, feliratkoztatni az ember. Szóval, hogy van -e egy csali terméked, arra feliratkozanak, és ne tudjon elkatintani. Ezzel szemben a szélszoldal, ami szintén nem árt, hogyha van egy honlapon, az egy sokkal terjedelmesebb, sokkal hosszabb oldal, ami arra appellál, hogy meg tud győzni a látogatót, hogy vásároljon, mm -hmm. hogy meghozza a vásárlási döntést. Egyébként, aki akadémia tag, ők le tudják tölteni egyrészt a szövegírás modulban azt a sales oldal mintát, ami segít abban, hogy a lehető legjobb sales oldal tud megalkotni írásban, de amúgy landing oldalra is van külön ilyen, sőt egyébként a blogíráshoz is vannak tippek. De egyébként meg a maga honlap templétet is ö, megadjuk. Tehát az, hogyha. Szépen beimportálod a te honlapodra, mm. akkor szépen átirogatod a te vállalkozásodra, megváltoztatgatod a saját színeidre, és akkor kész is van a szélszolgad. Mm. És ez a fantasztikus szerintem, hogy hogy nem kell neked több százezer forintért megkérned egy webest, hogy megírja a szöveget helyetted, megcsinálja a weboldat, hanem rászánsz egy délután, beimportálod az általunk elkészített csablont, átírod a szöveget, és pak, már ö, este ö, ki tud menni az első kis, ö, kis kampányod. So, sokkal egyszerűbb. Aztán a következő ilyen blog, hogy legyenek köszönő oldalaid, amit nyilván feliratkozást követően, vagy megrendelést követően fognak látni akkor a feliratkozóid, vagy a vásárlóit. Illetve a, maradjunk a... vagy szenteljünk egy kis figyelmet a jogi dolgokra is, kell egy ASF, mindenképpen kell egy adatkezelési nyilatkozat, illetve egy vásárlási feltételek. Illetve, hogyha valaki rosszul írja be a weboldalnak a címét, akkor egy 404-es oldalt is érdemes beállítani, hogy az is egyéni legyen. Oké, okay, a végére érve hoztunk három tippet, hogy mire figyelj oda, ha weboldalt akarsz készíteni. Az első dolog, hogy az emberek általában nagyon felgyorsult világban élünk, csak úgy végigpörgetik az oldalt. Nem fognak minden egyért betűt elolvasni, legalábbis elég kevesen lesznek. Éppen ezért érdemes úgy megalkotni a honlapjaidat, hogy ha csak úgy végig görgetnek, akkor is átmenjen a főüzenet. Ez egy nagyon fontos gondolat, tehát lejessen nekik az, hogy te mivel foglalkozol, milyen problémát oldasz meg. És ezt úgy lehet elérni, hogy ha a címsorokat nagyon-nagyon nagyba teszed ki, hogy tényleg az ember, mikor görget, akkor a címsorokat átolvasva is egy értelmes gondolat alakuljon ki az ember fejben, és átjöjjön, hogy te mi a fenével foglalkozol, és hogy miért érdemes neki ezt az adott terméket megvásárolnia, vagy szolgáltatást. A második dolog, hogy amikor ránéznek a fő tehát még nem görgettek le, még csopán meglátták az oldaladat, akkor 5 másodperc alatt el tudják dönteni, hogy mi ez milyen oldalon vannak, milyen megoldásra nyújtasz segítséget, Minek a, tehát mi, az az eszköz, amivel megoldod a problémájukat, és kinek szól ez a weboldal. És itt is nagyon fontos, mint az üzleti életben szerintem a bárhol az ilyen kapcsolatoknál, az első benyomás. És ehhez nem kell 5 másodperc. Csak ránéz az ember, betölt az oldalad, és már el tudja dönteni, hogy ez neki bizalomgerjesztő, vagy pedig úristen, Aki? hogy a francban lehetett valaki ennyire Úristen, nem akartam csúnyát mondani. Szóval nagyon fontos, hogy te egy olyan, legalább ez a, a az above default, így mondják ezt a, ezt a, felső részt, amit görtítés nélkül lát az ember első betöltéskor, hogy legalább az egy nagyon-nagyon megnyerő legyen. És én is, mikor egy weboldalt készítek, akkor ez, ami ugye a weboldalnak a, vagy weboldal készítésnek a kb. 60-70%-át viszi el, ezzel szoktam a magasan legtöbbet pepecselni egyébként. Mert hogyha jó az ö, above default rész, akkor onnantól kezdve már, már félig nyert ügyed van. A következő pedig, hogy legyen responszív, azaz mobilra optimalizált. Még annó-annó, mikor én a weboldal készítésre elkezdtem foglalkozni kb. 10 pár évvel ezelőtt, akkor még ez nem volt kérdés, mindenki weboldalon, vagy számítógépen nézte a weboldalakat, nagyon-nagyon kevesen nézték mobilról. Most már olyan szinten vagyunk, hogy ilyen 70 százalék mobil, 30 százalék számítógép. Ezért nagyon fontos, hogy a weboldal, amit készítesz, az minden eszközön, akár, akár számítógépen, akár táblagépen, akár pedig mobiltelefonon tökéletesen jól jelenjen meg, és gyorsan be is töltödjön. És a végére értünk a mai feladatunkhoz. Én nagyon-nagyon sajnálom, hogy ennyire keveset adtunk csak át most. Annyira sok minden tudás van, ami akár a webdizánnal kapcsolatban, hogy hogy rakunk össze, mindegy, az akadémiában benne van úgyis ez a tonnányi tudás. És akkor nézzük a feladatot a mait, hogyha van már weboldal, akkor linkeld be nyugodtan, hogy akkor a többiek is lássák, hogy te már mit csináltál meg, vagy hogyha nincsen még weboldal, akkor pedig a tervezett domain neved írd be, nyilván írd utána, hogy ez még nem létezik, bár kattintás után úgyis le fogják vágni az emberek, hogy nincs mögöttem még semmilyen weboldal. És egy ilyen kis plusz extra feladat, nyugodtan kattingasd végig a többieknek a weboldalát, és akár egy két-három mondatba írd le a véleményed, hogy, hogy mit gondolsz az ő weboldaláról. Ennyit szerettünk volna a mai nap folyamán. Noémi, neked még bármi? Minden elmondtunk szerintem. Rendben. Köszönöm szépen, hogy megnézted a mai videót, jó munkát akkor a feladathoz, és holnap után találkozunk.